Jó estét, boldog új évet! Azt lehet még mondani februárban? Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Ez 2020 első Hello VMN rendezvénye, és már az 5. éve csináljuk, és végre van műsorvezetői kártyánk. Szóval haladunk, fejlődünk együtt a VMN-nel. A generációkról fogunk beszélgetni, meg az OK Boomer jelenségről, meg egy csomó minden másról, amit ez ugye előhozott be, vagy kihozott belőlünk, vagy kihoz belőlünk. Nem tudom, mennyit tudtok arról, hogy honnan is indult ez a most már mémmé vált jelenség. Egy új-zélandi képviselőnő, egy 25 éves Y-generációs, ugye? Jól mondom, Krisztián? Nem figyel még, majd megkérdezzük tőle ezt is. Elmondjuk gyorsan, hogy melyik generációk hova tartoznak, mikor születtek. Na, a lényeg az, hogy amikor Chloe Swarbrick, így hívják őt, 25 éves új-zélandi képviselő az ottani parlamentben 2019 novemberében beszédek közben leoltotta visszakézből a nála nagyjából kétszer, de lehet, hogy másfélszer idősebb képviselőtársát, aki így belekotyogott, beleokoskodott a beszédébe, akkor szerintem ő sem gondolta volna, hogy 2020. február 5-én, vagy 6-án, hanem 5-én 650 magyar ember jegyet fog venni arra, hogy erről beszélgessünk egy jó másfél órát, vagy egy jó órát. De persze nem csak erről fogunk beszélgetni. Annál is inkább, hogy mint minden mém, 2,5 hónappal később ez már egyáltalán nem releváns. Tehát az én Z-generációs gyerekem már egyáltalán nem, tehát ő szerinte ez már nagyon túlhaladt, ez az egész OK Boomer dolgot. Az idő, ez nagyon 2019 mama, tehát hogy nem is érti, hogy miért kell 2020 februárjában erről beszélgetni egy órát egy színpadon. De hát persze, sokkal többről szól ez a boomerezés, mint arról, hogy van köztünk egy néhány évtizednyi különbség, mondjuk a gyerekeinkkel, és még több a nagyszüleinkkel, vagy a gyerekeink és a nagyszüleink között. Arról nem is beszélve, hogy ha belegondoltok, akkor hogy a boomerek Magyarországon mondjuk a Ratkó gyerekek, és hát mondjuk úgy, hogy ők neki kicsit mások az életkörülményei, meg a történetük, meg a lehetőségeik, mondjuk egzisztenciálisan és mindenhogy máshogy is, mint az angol száz világban az úgynevezett boomereknek. Mondjuk Donald Trump egy boomer, a nagymamám vagy nagypapám meg egy, vagy azt nem is a nagymamám, nagypapám, hanem az apám egy Ratkó gyerek. A különbséget zongorázni lehetne, a magyar Ratkó gyerekek azok ma nyugdíjasok, vagy már majdnem nyugdíjasok, és mondjuk várják, hogy véget érjen a jelzálog hitelük, ha szerencséjük van, akkor nyugdíjas korukra kifut, illetve hogyha szerencséjük van, akkor megengedhetik maguknak, hogy néha-néha vegyenek egy olcsó jegyet a Londonban élő unokákat, hogy lássák. Szóval kicsit mások a magyar boomerek, és ez a boomerezés az igazából itthon nem is igazán a mi szüleink generációra jára vonatkozik, hanem ránk X generációsokra, mert hogy a mi kezünkben van az irányítás, mi írjuk a törvényeket, mi hozzuk az új NAT-ot. A mi generációnkból kerül ki az összes cégvezető, a miniszterelnök, a kormányzat, a parlamenti képviselők nagy része. Mi viselkedünk boomerként, szóval nem véletlen, hogy itt velem is több X generációs fog ma beszélgetni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és nem is a további árokásás a célunk ma este, hanem sokkal inkább az, hogy ne a különbségeinkre koncentráljunk, hanem keressük meg azokat a pontokat, azokat a tulajdonságokat, tendenciákat, érzéseket, véleményeket és élményeket, amelyek összekötnek minket. Mielőtt behívom a beszélgető társaimat, van egy rossz hírem, ugye ígértünk egy meglepetés vendéget, aki annyira meglepetés vendégnek sikerült, hogy az utolsó pillanatban lemondta a részvételt, úgyhogy jól meglepett minket. Ő egyébként Jászdi István csopaki borászmester lett volna, aki egy kiváló publicisztikával dobta föl a vitát a VMN oldalon. Ebből, ha minden jól megy, akkor idézni is fogunk majd. Istvánnak innen is jobbulást kívánunk, mert érte egy kisebb baleset. Úgyhogy ő ma nem lesz itt, de megígérjük, hogy jó boomerként képviselni fogjuk az idősebb korosztályt, majd mi az X-esek. És akkor most kik lesznek a vitában, beszélgetésben? Élmény megosztásban társaim ma este. Ezt nem kalkuláltuk bele itt a műsorvezető kártyákban. Na szóval, fogadjátok nagy-nagy szeretettel Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológust. Nyári Luca és Nyári Krisztián, apalánya páros, író,
Luca gimnazista, Krisztián pedig a Líra csoport kreatív igazgatója. Egy Z és egy X generációs, és a téma megkerülhetetlen képviselője és szakértője itt nálunk a VMN-en mindenképp, de azt gondolom, hogy országszerte is, Steigerwald Krisztián, generációkutató. Mindenki ragadja meg a mikrofont, ne legyetek szemérmesek. Krisztián, gyorsan, Steigerwald Krisztián, lehet, hogy majd így Steigerwaldozlak, hogy nehogy összekeverjelek titeket. Szóval Krisztián, gyorsan azt tisztázzuk, hogy melyik is az a hat generáció, amely ma együtt él ezen a bolygón, amíg még van bolygó. 1945 előtt születettek a veteránok, 1946-1964 között a baby boomerek, 1965 és 79 között az X generáció, 1980-94 között az Y generáció, 1995 és 2009 között a Z generáció, és 2010 után az Alpha generáció. Doktornő, jót mondtam, jót húztam, jót tételt. Nagyon jó, gyorsan mondtad, semmit nem tudtunk belőle megjegyezni. Pont azért, mert hogy alapvetően nem hiszem, hogy ez a lényege. Alapvetően én azért örülök neki, hogy egy ilyen beszélgetés összejön. Azok után, hogy oké, boomer és oké, zoomer téma előjött, mert hogy nekem az a tapasztalatom, hogy iszonyatos feszültség van a társadalomban. Szülőkben, nagyszülőkben, tanárokban, munkáltatókban, szakikban, bárki, aki találkozik manapság egy másik korosztály képviselőjével, azt tapasztalja, hogy teljesen más reakciókat kap, mint amit ő vár. És emiatt iszonyatos feszültség van benne. És hogy alapvetően, ha ma eljutunk oda, hogy 650 ember úgy megy haza, hogy néhány aha élménnyel gazdagodva azt mondja, hogy most már értem, és nem ez a feszültség marad benne, hanem a megértés, a megtapasztalás, és ennek keretén belül tudunk egymáshoz fordulni, akkor ez már nyerő ez az este. De ez a feszültség, ez gyakorlatilag erre a generációs különbség témára csapódott rá, vagy abban manifestálódik, nem? Hiszen ez a feszültség, ez nem abból adódik feltétlenül, hogy mi különböző korúak vagyunk, és különbözőek az élményeink. Tehát mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Alapvetően egy... Megnyitom az elméleti elvadás blokkot. Ha valaki elalszik, akkor ezen esünk túl az elején, és akkor igen. Tehát, hogy alapvetően a generációs besorolás az nem egy életkori besorolás. Mindig avval tévesztjük össze, hogy fiatal és idős. Fiatal és idős, amióta világ a világ, mindig is volt. A fiatalok mindig is fújtak az idősebbekre. Ne legyünk szemérmesek, az idősebbek is fújtak a fiatalabbakra. Ez belénk van kódolva, ez egy ilyen, erről Noémi talán többet tud mesélni, hogy milyen pszichés szinten van belénk kódolva. De hogy alapvetően nem nagyon tudjuk a korosztályokat megélni. Tehát én mondjuk a gyerekkoromban sétáltam 16 évesen az utcán, és szembe jött biciklivel egy 32 éves néni, akkor rettenetesen megsajnáltam, hogy 32 évesen valószínűleg a temetőbe biciklizik sírhelyet keresni magának, mert hogy 16 évesen azt gondoltam, hogy 30 fölött már, hát az már egy rettentő öreg. És most, hogy több vagyok, mint 32, ugye, most azt gondolom, hogy azért nem. Tehát, hogy azért még van mit. És ez a korosztályi besorolás, hogy idős versus fiatal. A generációs besorolás az, hogy ki milyen tapasztalatot, milyen élményt él át az élete során, és ezek az élmények mennyire befolyásolják a jelen pillanatnak az átélését és a megélését. Mondok egy tök egyszerű példát, baby boomerekkel kezdted. A boomereknek az alap működése, az alapszocializáció amellett épült fel, hogy akkor a munkaidő az napi 8 óra volt, 6 napba. 48 órás munka hetek voltak. Az azt jelentette, hogy nekem például szombaton még kellett menni iskolába. Én öreg vagyok, tessék elképzelni. Minden második szombaton, nem? Utána jött az, hogy minden második, így van, minden második nem szombaton. Nem volt hétfőn adás a tévében, ez a klasszikus. Igen. Így van. És ehhez képest mondjuk, ha a munkánál maradunk, a mai fiataloknak teljesen evidens, hogy akár 32-36 órás munkahetekről beszélünk. Teljesen más a munkához való hozzáállás, más a pontossághoz való hozzáállás, más a lojalitáshoz. A fogalmak változtak, meg a fogalmaknak a tartalma, és ez a fogalmi megváltozás vezet ahhoz, hogy nagyon sok feszültség alakul ki, mert úgy gondolom a pontosságot, hogy 8:00, valaki meg úgy gondolja a pontosságot, hogyha 8-tól 17:30-ig tart a munkaidő, akkor valamikor 8 és 17:30 között beérek.
Szó. Na de figyeljetek, sőt most már nézek Noémire is, hogy ez azért legalább annyira személyiség kérdése, nem? Hogy mikor érek be, meg mennyire veszem ezeket a fogalmakat, vagy az különböző értéktársított fogalmakat komolyan, és milyen értéket képviselnek, mit tudom én, a tisztelet, a pontosság, meg ezek a klasszikusnak mondott értékek. Tehát hogy ez mennyire életkor, vagy generációs megélés halmaz kérdése, és mennyire személyiség kérdése? A személyiség is közrejátszik, de azért az a környezet, amiben nevelkedünk, a szüleinknek az éppen alakuló értékrendje is befolyásolja azt, hogy aztán a gyerekbe ők mit szeretnének látni. Én azt látom egyébként, hogy minden generáció a saját gyerekkorának a hiányát próbálja a saját gyerekeiben úgy átírni. És hogyha ő nem kapott elég figyelmet, akkor annyi figyelmet ad, hogy ebből lesznek a helikopter szülők, akiktől már a gyerekek már megőrülnek, már állandóan figyelik őket. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, ahogy mi megpróbáljuk átírni a saját múltunkat, és valahogy megváltoztatni azt azáltal, hogy a gyerekeinknek valami mást adunk. De egyébként tényleg megfigyelhető, hogy a fiataloknál például ez a pontosság, én a gyerekemen észreveszem, hogy az, hogy így hát az iskolában is időnként olyan nagyvonalúan, hát mert úgy belefér. Ami nekem nem fért bele. Szóval van egy ilyen lazaság, és ez nyilván vannak ilyen jellemzők, amik így azért a korosztályokban megfigyelhetőek. Luca, neked a pontosság mennyire erényed? Hát nem. Így apa jó fej volt, és így nem mondta embereknek, hogy azért késtünk el, mert én kitaláltam, hogy én zöld szemhéjjal fogok idejönni, de nem sikerült ez olyan gyorsan, mint szerettem volna. Úgyhogy... Nagyon jól néz ki. De legalább megértem. Őszintén, én azt gondolom, hogy ez mondjuk nem egy ilyen generációs dolog abból a szempontból, hogy egy nagyon sok barátom képes időben odaérni helyekre, ez azt hiszem az én személyes hiányosságom. Nekem ugye az én közvetlen környezetemben két ember szokott rendszeresen elkésni, vagy késve indulni, a lányom meg az anyám, tehát hogy ez nem... Viszont én valószínűleg azért vagyok kényszeresen pontos, mert annyira idegesített, hogy az anyám elkésik. Tehát van ennek egy ilyen generációs hulláma, igen. Tehát majd a Luca gyereke az megint pontos lesz. Egyébként tényleg egy korábbi generációs beszélgetésünkön Krisztián mondott egy olyat, hogy a generációknak a mintázat az pont úgy néz ki, ahogy te mondod. Tehát, hogy úgy vannak valahogy rokon tulajdonságok meg a generációkban, hogy ilyen cikcakban. Így van. Miért? Köszönöm. Köszönöm az interjút. Jól emlékszel, pedig 3 évvel ezelőtt volt. Visszatérve. Még mindig igaz, nem? Nagyon jó a kérdés, de inkább arról beszélnék. Nagyon jó a kérdés, de nem érdekes, igen. Nem, majd mondd csak. Hogy miért generációs például ez a pontosság. Ugye, hogyha 1983-ban most megbeszéltük volna, hogy elmegyünk sörözni, és mindenkivel találkozunk az óránál, este 6-kor, akkor mindenki ott lenne este 6-kor, mert ha nem vagy ott este 6-kor, soha többet nem találsz meg minket, és lemaradsz a berúgásról. Ma, ha megbeszélnénk, hogy este 6-kor találkozunk az óránál, a csapat egy negyede lenne ott, a többiek messengeren rám írnának, vagy rád írnának, vagy akárkire, vagy megkeresnének a Google Maps-en, hogy hol vagyunk. De egyszerűen olyan eszközök állnak a lehetőségünkre, hogy nem fontos a pontosság, hanem más a fontos. Az, hogy én, ha odaérek, jól érezzem magam, és zöld legyen a szemhéjem adott esetben, mert más a fontos. Nem a pontosság pontossága lett a fontos, hanem hogyha ott leszünk, akkor majd jól érezzük magunkat. És ez most már ugye minden generációs történet nem arról szól, hogy annak a generációnak a sajátja, hanem egy trend, ami mindenkire kihat. Ez a legnagyobb szakmai hiba, és ez a legnagyobb hiba a generációk eseténél, hogy a generációt personalizáljuk, hogy a Z-generációsok, az összes Z-generációs szeme zöld, hogyha kiül egy színpadra. Ez nem igaz. A Z-generációsoknak a tapasztalása, az élmény, ami elkezd működni, az mindenkire kihat, mert nem digitális gyerekek vannak, hanem digitális szülők, digitális nagyszülők, digitális iskolában, digitális tanárokkal, az egész társadalom digitális, mindenki. Tehát, hogy a generációról, amikor beszélünk, nem arról beszélünk, hogy itt nagyon különböző ufók ülnek egymás mellett, pontatlan zésekkel és pontos és okos meg szép x-esekkel, hanem mi magunk is változunk. Köszönöm úgy érezni, hogy ez így ilyen személyes. Nem az is. Hát tehetek érről, hogy a mi generációnk a legjobb. Hát most nem én csináltam. Luca, egyébként neked ez a műfaj, hogy így emberek ülnek egy színpadon,
beszélgetnek személyesen, egymás szemébe nézve, és nézik, 650-en pénzt fizettek azért, hogy ezt nézzék. Hogy ez mennyire ok, vagy ez nektek, vagy nektek, neked, mint 13 éves, vagy most 8? 19. 19 éves Z-generáció képviselőnek, ez mennyire műfajotok? Tehát ti ezt a diskurzust hogy nyomnátok le? Hát szerintem mostanában jöttem rá, hogy nagyon sokszor téves következtetéseim vannak a saját generációmra, abból a szempontból, hogy egy nagyon szűk rétegben mozgva, hát nem, de hogy a legtöbb barátom az apáék barátainak a gyerekei, és hogy egyszerűen nagyon hasonló körülmények között nevelkedtek, és csak mostanában kezdek rá, hogy nem mindenki működik úgy, hogy az én barátaim. Tehát az én barátaim azok könyvklubos beszélgetésekre járnak, meg eljönnek az összes ilyen mindenfélére, amin vagyok, és nagyon kedvesen állnak a sarokban, és néznek engem általában. Tehát amúgy full nyitottak ilyenekre, de nem tudom eldönteni, hogy ez a saját környezetemnek a saját kis szokása, vagy ezt így mindenki hajlandó csinálni. Olyan cuki volt, bocsánat, itt a függöny mögött megkérdeztem, ugye már elárultam, hogy több vagyok, mint 30, hogy Luca, hogy jársz ilyen író-olvasó találkozóra? És olyan kedvesen nézett hülyének, hogy miről beszél a bácsi, hogy író-olvasó találkozó. Hát jár, én voltam olyan, amin ott. De tök kedvesen válaszolt, hogy mikor osztályunk nem így hívja, és hogy úgy szépen elmondtad. Meg inkább az, hogy engem főleg így előadni, vagy beszélgetni a kerekről, mert egyszerűen szerintem az mondjuk mindenképpen igaz, hogy valószínűleg nincs nekünk már így arra türelmünk, tehát hogy szerintem az egyetlen olyan mondjuk kamaszoknak író, akinek eljönnek a kamasz közönsége ilyenekre, azt mondjuk Leinerről lehet tudnám mondani, hogy rendszeresen állnak a Hegedűs Gyula utcában 20 méteren keresztül a 13 éves lányok, hogy várják a leíratni a könyvüket, de azt látom, hogy ez nem általános, egyszerűen csak nem szeretünk ilyeneket csinálni. Konkrétan tegnap voltunk egy előadást tartani, és nem az volt, hogy odajött hozzám egy csaj, hanem rám írt, hogy Instagramon megkeresett engem, és elmondta, hogy majd legközelebb találkozunk, mert jön Pestre, és akkor csinálunk selfit. És hogy ott nem jött oda hozzám, így megkeresett Instán, és bekövetett, így ezt ilyeneket csinálunk. És mondjuk mikor telefonáltál utoljára? Minden nap telefonálok a barátommal, aki van Angliában, úgyhogy nehéz lenne. Ja, jó, hát ha csak úgy nem, igen. Csak azért kérdezem, hogy van ez a... A nagymamám is rendszeresen hív, és szoktam. Jó, de az miatta van? Mert senki más nem akar velem hosszan beszélgetni, nem arról az, hogy nem akarnak telefonolni, csak... Pedig mondani való az lenne, nem, Krisztián? Tehát úgy látom, hogy a kettőtök között mondjuk így a... Tehát nem tudom, melyik ötök a csendesebb, de azt megkockáztatom, hogy te. Nem tudom a választ, de például azt nem olyan régen megtudtam, hogy az e-mail az egy nagyon old school dolog. Tehát, hogy a kőtáblával együtt emlegetik, hogy... Mert én mindig mondom, hogyha valamit fontos dolgot küldenek, akkor azt e-mailben, mert akkor ilyen azt mappákban rendezem, mint ezek szerint az öregek szokták, és hogy az valami, tehát hogy olyan, mint a lúttól, vagy nem tudom. Ahogy te e-mailez, az tényleg fura, mert ez, hogy átküldöm neked ezt a linket SMS-ben, de ne küld e-mailben, ki az Isten küld el posztokat e-mailben más embereknek, tehát hogy ez így, az egy dolog, hogy hosszabb üzeneteket, meg hivatalos dolgokat ott szervezünk, az, hogy egy telefonszámot e-mailben küldjek el neked, az így nem hát, tudom feldolgozni. Keresni. Te hogy küldesz? Annyira megnyugodtam egyébként. Van egy kamaszlányod, tudom, hasonló korú. Kicsit otthon éreztem magam, ha gondolod utána így. Én azt hittem, hogy ez valami nagyon modern dolog, de egyáltalán nem. Nem, de ezt egyébként én is megkapom rendszeresen, hiszen nem heti rendszeresség, hogy nem vagy menő. De amúgy tök, apa tök menő, csak e-mailben kell linkeket küldeni. Na jó, de szóval most komolyra fordítva. Az bezzeg az én időmet ott. Nem, hanem hogy eszembe jutott erről a diskurzusról az, a Fiala Borcsa drága kolléganőmtől tanultam egy nagyon jó technikát, hogy egyszer panaszkodtam, hogy a gyerekem nem válaszol az SMS-emre. És mondta, hogy írjam azt neki, hogyha nem válaszolsz, felhívlak. És basszus, bejött. Azonnal válaszolt. Szóval, hogy azért ez ismerős? Te, Luca. Engem például nem zavar a telefonás, de ez még valószínűleg azért is van, mert felnőtt emberekkel dolgozom, akik telefonon meg e-mailen kommunikálnak, és ezért megszoktam, mert például a testvérem az teljesen ki van a telefonálástól. Tehát így nem például csak appon átrendel taxit, mert nincs az az Isten, hogy ő felhív egy másik ember telefonon, mert valamiért így
nagyon idegessé teszi ez. Úgy ezt látom, hogy tulajdonképpen senki nem szeret telefonálni, csak megszokják, és viszont mi már nem vagyunk hajlandóak megszoknám. Nem, akkor így ráírok. És az úgy kevésbé confrontational, azt jobban szoktuk szeretni. Krisztián, te szeretsz egyébként telefonon beszélni, meg találkozni? Mert azt mondják egyébként, meg a másik Krisztián azt írja a cikkeiben nálunk, hogy a mi, az X generáció, hogy mi, hogy nekünk ugye vannak ezek az életre szóló barátságaink, meg üljünk össze, lelkizzünk, beszélgessünk, sörözzünk, találkozzunk az óra alatt, és utána nézzünk egymás szemébe, stb. Ehhez képest ma már én is inkább appon rendelek kaját is, meg taxit is. Tehát lehet, hogy elkaptam a vírust, nem azt. Mert egyszerűbb, tehát nyilván a személyes kapcsolataimban gyakran telefonálok, persze, de appon rendelek én is, mert most fölöslegesen egy diszpécserrel azért nem szeretek beszélgetni. De például múltkor kellett végig gondolnom azt, hogy mikor kaptam élő embertől utoljára levelet. Tehát amit nem egy robotgép küld a postaládában, hanem egy ember. És akkor rájöttem, hogy ezt egy volt gimnáziumi magyar tanárnőmtől kaptam, aki 90 éves, és kézzel írta, elment a postára, bedobta a postaládába. Tehát úgy kommunikálta, hogy az ő generációja megszokta. És akkor jöttem rá, hogy hát én 5 éve nem kaptam egyébként levelet. Tehát, hogy most itt beszélgetünk a telefonálásról, ahol van itt ezek szerint egy generation gap, de közben hát ez mindig változott a kommunikáció, és ma már tényleg ezek szerint hagyományos borítékos levélben robotok leveleznek robotokkal. De úgy tetszik, tehát a te szakmád, vagy ti szakmátok az írás, a hosszú történetek elmesélése sok-sok kinyomtatott papíron, az is egy old school dolog, és mégis jól esik, mindkettőtöknek csak nagyon más, hogy csináljátok. Tehát, hogy a tehetség, a kreativitás, meg az írott szónak, az írott szó, mint médium, az ugye a családban, tehát a kettőtök között közös, de nagyon, én úgy tudom, hogy ti nagyon máshogy dolgoztok. Tehát, hogy te... Én nem hiszem, hogy ez generációs. Nyilván ez eszközhasználat az más, mert én laptopon írok, ami old school dolog, a Luce meg mobiltelefonon, de... És milyen gyorsan? Itt a színfalak mellett. Én már nagyon gyorsan tudok írni telefonon. De nekem ez nem is arról szól, hogy kényelmesebb mondjuk telefonon, hanem mindig akkor írok, amikor épp eszembe jut, vagy van hozzá kedvem, és egyszerűen a telefonom az, ami mindig nálam van. Megint, ha lenne laptopon, akkor valószínűleg írnék azon is, csak eddig lusta volt már elintézni, úgyhogy egyelőre jó a telefon. Mondjuk cserébe mindenkit nagyon megszívhatok, akinek mondjuk át kell nézni a cikkeimet, mert így a telefon nem úgy optimalizálja, ahogyan kéne. Küld el e-mailbe. De az úgy működik, csak hogy ezért nem lehet úgy szerkeszteni telefonon, vagy gépen, inkább ez. De mindez, amikről beszéltünk, a technológiai része, az, aminek van értelme, az megváltozik, ami csak egy pillanatnyi divat, az eltűnik, és van, ami helyett nem találtak még ki jobbat, az meg megmarad. A könyv az ilyen, tehát hiába van e-book, az egy nagyon-nagyon picike része a könyveknek. A telefon az 10 év alatt annyit változott, ha letesszük egymás mellé a nagymamám műanyag telefonkészülékét, meg a Luca mobiltelefonját, akkor egy UFO nem tudná megmondani, hogy az ugyanaz. De a Gutenberg könyve, meg a Luca könyve az ugyanúgy néz ki, kisebb. De egyébként, mert nem találtak az ki jobbat. Az enyém már van csillogos fólia. Igen. De ha kitalálnak jobbat, akkor majd lesz a helyett is valami. Én nem szeretném, de hát az élet az ilyen, egyelőre tartja magát. Csak nekem például az fantasztikus látni, és tök mindegy, hogy min írod a regényt, és ugye a Lucának a könyvbemutatóján én beszélgettem vele, és nekem ott realizálódott, hogy te konkrétan az egész regényt a telefonodon írtad. Kétharmadát, egyharmadát iPad-en, úgyhogy na, így. Hát az már majdnem. Na, de hogy, ahhoz volt billentyűzet. Nem az, hogy most konkrétan milyen eszköz, hanem az, hogy ugye sokszor vádoljuk azzal az E-generációt, hogy felületes, hogy csak rövid tartalmakban képes kommunikálni, hogy a figyelme nem tart sokáig, stb. Most ehhez képest ahhoz, hogy mondjuk egy 17 éves gyerek, vagy 17-18 évesen írtad a regényt, egy több száz oldalas művet eleje, közepe, végével, karakterépítéssel, történetmeséléssel megírjon, az pont ennek ellenére megy, pont erre a sztereotípiára cáfol rá, nem?
Hát azért mindig rácáfol valaki a sztereotípiára. Hála Istennek, igen. De egyébként az, hogy a figyelmi kapacitásunk az csökken, az ténykérdés. Tehát ez mindenféle kutatás alátámasztja, hogy sokkal rövidebb ideig tudunk figyelni, folyamatosan szóródik a figyelmünk, nekünk is, felnőtteknek is. Tehát én is azon kapom magam, hogy nehezebb belemélyedni mondjuk egy regénynek az olvasásába. Mert közben 66 dolog eszembe jut, akkor előveszem a telefonomat, a Facebookot, és nem tudom, én valamit nézegetek még, és aztán utána megint vissza kell zökkennem. Szóval, hogy ez az elmélyült figyelem, ez egyre inkább hiányzik, de hát ez az állandó inger áramlatnak az eredménye, hogy folyamatosan bombáznak minket külső ingerek. És az, hogy ez így hat ránk, az tehát, hogy csökken, akkor ezek szerint mindennyiunk, hát én is érzem magamon ezt, amit mondasz természetesen. Ez mondjuk milyen hatással van az emberi kapcsolatainkra, és arra, hogy egymásra hogyan tudunk figyelni, meg mennyire tudunk kommunikálni. Rosszul. Na, kicsit bővebben nagyon rosszul. Oké, köszönöm, még egy jó interjú. Szóval, hogy ennek milyen következménye van, és mondjuk hogyan járul hozzá pont ahhoz, ahhoz a feszültséghez, amit a másik Krisztián, a túlsó Krisztián mondott az elején, meg ahhoz, hogy nem értjük egymást, vagy hogy... Ugye az érzelmeknek van egy ilyen megszületési és lefutási íve. Tehát, hogy az érzelmeknek idő kell, hogy azok így megszülessenek, elmélyüljenek, és utána úgy azok így lecsengjenek. És amikor két ember találkozik, akkor ott is időre van szükség ahhoz, hogy egymásra tudjunk hangolódni, és ott valami érzelem csere ki tudjon alakulni. Ugye, tehát, hogy ez egy villanás alatt nem történik meg. Ott oda kell figyelni, el kell mélyülni. Ugye ilyenkor, amikor egymásra figyelünk, egymás tekintetében összekapcsolódunk, akkor az agyhullámaink is egy idő után összekapcsolódnak. És akkor megéljük azt, hogy egy ilyen közös univerzumban vagyunk. Most, hogyha csak oda rebbenek feléd, akkor ez nem történik meg. Tehát, hogy a kapcsolat építési és megtartási képességünknek a rovására hat ez. Ugye azt látjuk is, egyébként a Krisztián is beszél erről, hogy a mai fiatalok ugye sok ilyen kis buborékszerű kapcsolatban léteznek, amik között alig van átjárás adott esetben, és hogy ezeket a kapcsolatokat ilyen funkció szerint használják. Míg mi, ugye van egy-két olyan nagyon mély barátságunk, és akkor azokban élünk meg nagyon sok mindent, és nem pedig funkcióra keresünk barátokat. Tehát, hogy biztos, hogy negatívan hat az emberi kapcsolatokra. Negatív hatás ez, Krisztián? Csak mert hogy hívott te ezt? Mikroplatform. Igen. Tehát, hogy hány platformon élünk, ugye erre utalt Noémi, hogy a Baby Boomer veteránok két platformosok voltak, mikrocsalád, munkahely, az X-oság három platformosok, mikrocsalád, munkahely, barátok, az Y-osoknál már 6-7 platform van, az éseknél meg 30-40 mikroplatform, mert hogy rengeteg helyre lehet kapcsolódni az internetnek köszönhetően. Én azt nem tudom, hogy negatíve, az biztos, hogy más. Ezen sokszor vitatkozunk szakértőkkel, hogy ez negatív változás, negatív irányba megyünk-e, vagy olyan irányba megyünk, amiről nem tudunk semmit, és nem tudjuk valójában a kimenetelét. Abban a szempontból biztos, hogy negatív, hogy azok a fajta kapcsolódások, amik korábban voltak, vagy amiket ismerünk, az nagyon megváltozott, például a digitalizáció hatására. Tudjuk jól, hogy a digitális tér megváltoztatta az emberi agy működését, az idegrendszer működését. Ezt nagyon sokszor a fiatalokra akarjuk áthárítani. De gerontológiai kutatásokból tudjuk, hogy azok az idős emberek, 65-70 pluszosok, akik sokat interneteznek, azoknak is megváltozott az agyszerkezetükben ez a működési mód, például a rövidtávú memóriájuk erősödött az internet hatására. Tudja egyébként valaki, hogy Magyarországon a 65 év felettiek hány százaléka internetezik? Tipp. Kiabál. Tessék? 30? Valaki azt mondja 70, valaki azt 30, mondja 30. 70. Kettő között 50, minden második 65 év felett internetezik, és napi hány órát internetezik? Négyet. Napi 4 órát internetezik egy átlagos nyugdíjas. Nem Z-generációsról beszélek, egy átlagos magyar nyugdíjas. Az is igaz, hogy ebből a 4 órából 3 óra 59 perc a Facebookon van, és Coelho idézeteket és a túros bukta receptjét, meg rózsacsokrokat osztanak meg egymással, és kevésbé netbankolnak, vagy valami, de akkor is fönn vannak az interneten. És bármikor tartok szülőknek, vagy pedagógusoknak workshopot, az első reakció az az, hogy a ma született újszülötteknek a kezébe, a ma született csecsemők mobiltelefonnal a kezükbe születnek. Ki hallotta már ezt a mondást? Mindenki.
mindenki. Szinte mindenki. Nekem van egy piackutató cégem, megvizsgáltuk több ezres mintán, egy darab olyan újszülöttet se találtam, aki mobiltelefonnal a kezébe született volna. Egyet se. Olyat igen. Bocsánat, viszont a kezükbe adják. Olyat igen, akinek már digitális, digitális hát történelme van. A már amikor megszületett, digitális történelme van, mert föltettük van, a fogantatástól kezdve mindent, ami, és van, a gyerek az nem tud beleszólni. Képeket, így van. A szülést élőbe közvetítjük, az orvos meg. Tehát, hogy azt kapja meg a gyerek, amikor megszületik, hogy ez a föld, ez valójában egy virtuális tér. Az a fogalom, hogy virtuális valóság és offline valóság, ez az öreg embereknek a szava. A fiataloknak nincs ilyen. Nincs két különböző valóság. Nekik a föld egy bedolotozott föld, és mi adtuk, mi felnőttek adtuk így oda. Kressz és forgatókönyv nélkül, hogy kell ezt használni. Jó, és azért itt, tehát ugye egy picit aztán megvédem azt, hogy azt gondolom, hogy negatív hatása van ennek, hogy a legújabb kutatások azt is mutatják, hogy ezek a gyerekek, akik már ilyen nagyon korán, ugye olyan környezetben vannak, ahol jelen vannak ezek az okos eszközök, azok egy egészen különleges magányt élnek meg. Azt, hogy a szülő fizikailag ugyan jelen van, de a figyelmével nincsen ott. És ez nem olyan, mint amikor régen anya kavarta, nem tudom én, a rántást, és azért valamennyire azért jelen volt a gyerekkel együtt, hanem amikor a szülőnek ott van a kezében a mobiltelefon, és arra figyel, akkor tényleg nincsen ott a figyelmével. Maximálisan egyetértek, múltkor mentem a metron, és egy valami véletlen folytán a kislány szólítgatta az anyját, és az anyja pötyögött. Anya! És tényleg már azt gondoltam, hogy fölállok, hogy leszek az anyát, csak mondd már el, hogy mi van, mert hogy az anyád nem figyel, és az anya nem figyelt, és tényleg ez történt. Csak ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy értem én, hogy változás lesz a fiatalok körébe, de hogy elnézve Magyarországon azt a rengeteg boldog 40-50 évest, szemben most a boldogtalan fiatalokat, nem biztos, hogy a mi nem, működési módunk nincsen, annyira persze. Jó volt, és hogy tudunk mintát mutatni, pláne kritizálni. Én csak erre mondtam azt, hogy nem feltétlenül. Minden generáció megkapja a maga sérülését, szóval hogy ez alól nem lesz kivétel. Meg azért arra fölhívnám a figyelmet, hogy általában minden generáció a saját generációját nem látja valami homogén dolognak, különböző embereket lát. Egyel fiatalabb, meg egyel idősebb generációt, az hajlamosak vagyunk egy dobozba betenni, hogy ők ilyenek. Hát nem gondolkodunk magunkról úgy, hogy mi minden 40-es ez ugyanolyan, hanem azt gondoljuk, hogy hát igen, 70 fölött hasonlóak, meg 20 év alatt ugyanolyanok, de hát közben ugyanúgy nincs. Nagy makrohatások azok tudnak azonosak lenni, hogyha éppen háborús körülmények között születtünk, vagy éppen az új digitális világban azok tudnak azonosak lenni. Egyébként pedig az enyéni reakciók azok mások. Egy kicsit azért oda térjünk, hogy lépjünk vissza egyet, hogy ez a aggódunk egymás boldogságáért, meg hogy mi szülők az égenerációs gyerekeinknek az elmagányosodását figyeljük, hogy úristen, és hogy ők nálunk nem ülnek össze a barátaikkal kávézni, hanem a virtuális térben megy minden, stb. Meg ezek a mikroközösségek vannak, ahonnan simán kilépnek, tehát hogy szintén egy Krisztián cikkben olvastam, hogy ugye gyakorlatilag mindenféle érzelmi trauma és drámázás nélkül képes a mi gyerekeink generációja a közösségből kilépni, meg belépni. Tehát nincs az a nagy. Mi viszont iszonyatosan rá vagyunk pörögve az érzelmeinkre, meg arra, hogy a kapcsolatok, és hogy mindent érzelmi síkra terülünk azonnal, mindenbe belesértődünk, stb. Tehát azért, és hát igen, a túloldali Krisztián az imént azért belekapott egy nagyon fontos dologban, abban, hogy mi aggódunk az ő boldogságukért, de azért, ha körülnézünk és nagyon őszinték vagyunk, vagy nézzünk a tükörbe, nem kell olyan messze nézegetni, akkor ez a 40 pluszos szülőgeneráció, hát azért ott van dolga a boldogságával, a saját boldogságával. Tehát nem az van, hogy velünk minden oké, nem? Hát nagyon nem. Na. Hát nagyon nem. Mi van velünk? Mitől vagyunk mi így befeszülve? Hát sok mindentől. Azt gondolom főleg attól, hogy rengeteg olyan feldolgozatlan történetet hurcolunk magunkban, amik aztán rányomják a bélyegét a hétköznapjainkra, meg a szülőségünkre is, a párkapcsolatainkra is, azt arra is, ahogy a munkában érezzük magunkat. Szóval, hogy rengeteg mindent. Azért mi az a generáció vagyunk, akik még általában úgy nőttek fel, hogy ilyen nagyon erős tabuk, titkok, fegyelmezések,
autoritások között. Tehát, hogy nekünk azért megmondták, hogy mit kell csinálni, és ez rengeteg szorongás szült. Tehát mi egy ilyen szorongó nemzedék vagyunk szerintem, én azt látom. Úgyhogy van mit a házunk táján így rendbe tenni. És én mindig ezt mondom egyébként, hogy ahhoz, hogy boldogak legyenek a gyerekeink, ahogy nyilván először magunkat, tehát hogy nem a gyereket kell megváltoztatni, hanem magunkban kell valahogy egy picit rendet tenni, és mondjuk például elfogadóbbá válni. És a gyerek egy abszolút jó eszköz erre, hogy elkezdjünk gyakorolni toleranciát például, mert anélkül aztán komolyan viharos lesz az otthonlét. Te mennyire látod apukádat szorongó embernek? Hát, mennyi időtök van, amúgy nem vicc volt a... Van időnk még, Luca. Nekem az egész családom kicsit ilyen szorongó típus, egyedül én nem vagyok az. Mindenki ilyen... Mindenki elég introvertált, és jobban aggódnak általában dolgokon, mint én szoktam. Nálunk én vagyok az, aki csak így megy, és... A szakadék közelében. Igen. De én mindig a szakadék, ezt a nagybátyámtól örököltem, hogy mindig a szakadék szélén táncolok, de soha nem esek bele. Úgyhogy jól csinálom. Ez többé-kevésbé igaz egyébként. Na, még szerencse. Egyébként, Krisztián, a te történeted, ha belegondolsz, mondjuk szakmailag mindenképp egy ilyen igazi X-generációs sikersztori. Azért mi annak idején elég hamar jutottunk mondjuk lehetőséghez, pozícióba, ha belegondolsz, te is a Városháza kommunikációs csapatában találtad magad hány évesen? 23? 23. Így? És akkor onnantól szépen épült egy karrier, egy szakmai, egy olyan pályaív, ami mondjuk tényleg lenyűgöző, meg már nagyon impresszív. És bocsánat. De hogy ebben, igen, nem, mond. Hogy ezt nem ne felejtsd el, hogy ahogy a Noém is mondta, hogy vannak külső dolgok, amik történelem beleszól dolgokba, hogy nálunk azért a mi generációnknál a rendszerváltás az azt is eredményezte, hogy az előttünk levő generációról több jogunk volt, vagy úgy éreztük, hogy több jogunk van, azt mondja, hogy hát ők nem értenek semmihez, vagy valami máshoz, ami már elavult, és hirtelen mindenki ott találta magát, ahol egyébként egy 10 évvel korábban 20-30 évig kellett gyalogolni. Tehát, hogy hirtelen lettünk vezetők, hirtelen kerültünk képernyőre, hirtelen kezdtünk írni, és hirtelen jött sokaknak a siker, sokaknak meg a kudarc, amit egyébként lépésenként kellett volna egy előző rendszerben, vagy egy előző generációban megszokott világban, mert ez azért nem csak a szocializmustól függött, hanem egyszerűen úgy indult a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy megváltozott a világ mindenütt. Ismerős. Nem, igazából. Na most neked ez a, benned ez mit okozott? Nekem nagyon hasonló, annyi aha volt bennem, ahogy ezt így mondtad, mert hogy igen, én is 97-ben, amikor elindultak a kereskedelmi tévék, hirtelen kellett abban a szakmában is sok friss ember. Nálatok is így volt. De tudom, hogy ez azért hihetetlen megfelelési kényszereket, maximalizmust, teperést, étnap alá téve dolgozás, stb. Egy olyan mintákat szül, amelyek szerintem nekünk generációs szinten ismerős. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy innen is indult az előző kérdésfeltevésem, hogy te ezt belül hogyan dolgoztad meg magadban, hogy felnőni a saját lehetőségeidhez? Hát igen, és az biztos, hogy a mi generációnkat mindkét irányba elválasztja ez az, hogy folyamatosan tulajdonképpen dolgozunk, akkor is, ha hazamegyünk, meg ezen jár az eszünk, mert erre szocializálottunk, miközben a szüleink generációra meg arra, hogy akkor igaz, hogy 8-ra pontosan ott kellett lenni, és 4 órakor meg pont, vagy 4:30-kor meg föl lehetett állni, de elvált egymástól a munka meg a magánidő. A mi kortársainknál nem, persze mindig az európai polgári világról beszélünk, vagy a nyugati világról, mert azért ennek egyéb határai is vannak, és azt látjuk, hogy a nálunk fiatalabb generációknál meg megint másként van egy kicsit. Nem tudom, ugye ettől van az, hogy nekem az volt az önképem nagyon sokáig, eredetileg alappal, hogy hát én egy fiatal, sikeres kommunikációs szakember vagyok. És aztán nem olyan nagyon régen, néhány éve
jöttem rá, hogy hát én már vagyok fiatal, hello. De hogy végig az volt, hogy mert ezt így megszoktam, ugye ebben nőttem bele. És ezt beszélgettem egy barátommal, aki művészettörténész, és mondta, hogy tényleg, hát eddig én voltam a fiatal művészettörténész, de annyi idős vagyok, mint te vagyok. Tehát, hogy így, ezt így megszoktuk, és közben pedig hát az élet meg a természet törvényei azok ilyenek, hogy már nem mi vagyunk a fiatalok, és persze, hogy akkor elkezdünk valamit gondolni a másik generációról, és hát legegyszerűbb tipizálni, és akkor egybe látni, és nyilván vannak nagyon közös dolgok, de hát azért leginkább különböző embereket látok, és én és akkor befejezem, az én generációmban, meg az én életkoromban inkább ezt mondom, azt élvezem a legjobban, hogy szerintem most van az, hogy nekem vannak egyszerre 20 éves, meg 70 éves barátaim. Tehát, hogy egy olyan hidat tudok képezni két olyan generáció között, akik között nem lenne semmilyen kommunikáció, és ezt én nagyon élvezem, ez is el fog persze múlni, mert már jönnek azok a generációk, akikkel én már nem fog tudni szót érteni. Ugye, Krisztián, az, hogy a munkaerőpiacon, meg a munkahelyeken mi gyakorlatilag végignéztük azt, hogy megjelenik a Lucáék generációja, és elkezdtük úgymond félteni, elkezdtük inkább kérdésként teszem, elkezdtük félteni a pozícióinkat? Féltjük azt, amit mi, azt a gesztenyét, amit mi kikapartunk magunknak, ugye hát keserves munkával? Annyira szuper kérdéseket teszel föl, de én annyira másról beszélnék, hogy visszareagálom, amit itt az előbb elkezdtek a többiek. Megszerettél most a nevemet is pluszba, hogy mit kérdeztél? Igen, féltjük, hiszen... Okkal féltjük? Nem okkal féltjük, de azzal, amit Krisztián az előbb, másik, Krisztián mondott az előbb, hogy... Én az egyik vagyok. Az egyik. A középső Krisztián. Igen, hogy tipizálunk, emiatt egy csomószor hallom azt a középkorú fiataloktól, meg a régebb óta fiataloktól, amikor elkezdünk magunk miatt aggódni, hogy versenyképesek vagyunk-e, hogy például a Luca korosztályval nem tudunk versenyezni, mert nem értünk annyira a digitális eszközökhöz. Ez tény. De nekünk nem ez az értékünk, nem az, amiben versenyezni kell. Hogyha 20 évesekkel akarsz versenyezni, akkor próbálj itt 20 éves lenni, nem tudsz. A 40 évesek, az 50 évesek, a 60 évesek értéke, és ez az önismeret, rá kell jönnünk, hogy mi az az értékünk, amivel versenyezni tudunk, de még az 40-50-60 évesek nincsenek ott az önismeretnek ezen a fokán, hogy elkezdenék, hanem elkezdünk attól félni, hogy a mostani 20-asok mennyire gyorsabban tudják ezeket a dolgokat kezelni, mennyivel ügyesebbek ebbe, és nem tudjuk megtalálni. De visszatérve arra, amiről akartam beszélni, és gyorsan beszélek, hogy nehogy közbeszóljál, hogy... Nem merek. Hogy generációs élmény, meg érzelem, hogy igen, amiről Krisztián mesélt, hogy gyorsan, fiatalon lett ez a generáció vezető, nem volt rá minta. Nem voltak a szüleinktől olyan minták, hogy karrierjét megélő anya, karrierjét megélő nem volt ilyen. Azt ennek a generációnak kellett először kitalálni. Jöttek is a szinglik. De jött az új típusú férfi. Hogy mi az, hogy a férfi kinézzen valahogy. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy egy férfi 100 kiló alatt nem férfi, meg egy fokkal legyen szebb, mint az ördög. És az, hogy férfi külső, az soha nem volt fontos egy férfi életébe. Ez is a mostani 40-esek, 90-es években kezdődött el, hogy a férfi kezdje kigyúrni magát, meg szőr. Olyan nagy elvárások nincsenek. Az én osztálytársaim még mindig az egyszerre sampon és tusfürdőt használják, és Jézus Mária, megáll a ilyet csinálnak. Hát így azt mondja herem body, és az úgy jó lesz. Sőt, a barátomat azt se fogja vissza, hogy nem sampon, akkor tusfürdővel mosket. Atya, úristen. Igazából lehet, hogy kaktusz. Gyere vissza velem 1983-ban a tornatermünk öltözőjével. És te olyan hálás leszel a pasidnak, hogy öröm lesz nézni. Tehát meghaltál volna a bűztől. De bocsára, de a tornatermi öltöző az évtizedeken át büdös. Hát 1983-ban ismertél olyat, hogy herend body tusfürdő. Hát ne vicceljél már, hát szappan jó, hogyha volt esetleg. Szerintem azok, akik így a férfi öltözött emlegetik, mint az undorítóság csúcsát, jó, azok még állandó. Nem jártak női WC-ben. Van, ami a... Tehát, hogy így egyetértek. Már bocsánat. De visszatérve arra, amiről visszatérve, akartam igen. Beszélni, az érzelmekről, és ez nekem egy nagyon-nagyon nagy személyes
élmény a mi generációnkkal kapcsolatosan. Ilyen pszichodráma-szerű foglalkozáson, workshopon, ahol a szülők jöttek el hozzám, a mi generációnk, tehát ez a 40-es generáció, és nagyon szépen lassan kiderült, hogy a mi generációnknak egy jelentős része gyerekkorban nem kapta meg azt az érzelmet a szüleitől, amire ez a generáció vágyna. Hiszen nagyon feladatorientált szüleink voltak. Mindent megtettek értünk, a csillagokat lehozták az égről, de akkoriban nem volt divat ez a tutujgatás, bucuskatás, mennyire szeretlek, nem mondták el napi szinten, nem volt testi ölelés. És 40 éves, 45 éves pasikkal gyakoroltuk, hogy hazamennek a 70 éves szüleikhez, és megölelik az anyjukat, megölelik az apjukat, és azt mondják, hogy szeretlek. És hetekig féltek, hetekig gyakoroltak, hogy ezt meg kell mondani. Mennyire groteszk ez hallani, hogy a gyerek attól fél, hogy az anyjának azt kell mondani, hogy szeretlek, és megöleli. És megtette, és nyilván utána rögtön meg is nyugtatja, hogy nem rákos vagyok, és búcsúzni jöttem, hanem csak meg akarlak ölelni. Mert hogy nincs benne ennek a generációnban, annak például ez a fajta érzelmi kapcsolódásába, hogy a gyerekszülő ilyen szinten érzelmileg egymásra hangolt. Mert az a gyerekszülő kapcsolat, hogy a szülő mindent megtesz. Fölhívod anyádat, most bocsánat bárkitől, aki ebbe a korosztályba tartozik, fölhívom anyukámat, és azt mondom, hogy gyertek át hétvégén, jaj, de jó, apád megmetszi a fákat. Nem kell megmetszeni a fákat, csak gyertek át kávézni. Jó, akkor kiporszívózok. Nem kell. Akkor mit fogunk csinálni? Semmit. Kávézunk, akkor nem jövünk, nem akarunk zavarni. Mert feladat van, feladat. És hasznosnak akarja érezni magát, de különben nem él. Azt megtanulni, meg a mi dolgunk, hogy az én szüleim napi szinten kimondják, hogy szeretlek, csak nem ezzel a szóval. Hívjál fel, ha hazaértél. Ez ugyanaz. Ez csak neked főztem. Ez ugyanaz. De nem tudjuk, mert nekünk is ezt meg kell érteni és lefordítani, hogy valójában ez azt jelenti, hogy szeretlek. És hogy ezek a kihívások, ezek azok, amiket meg kell érteni. Szóval miért olyan nehéz ez, amit ugye ilyen női magazinok szeretetnyelvnek hívnak, amiről beszél a Krisztián, hogy felismerni azt, hogy a másik az azt mondja, ez még generációkon belül is nehéz. Nem, hogy generációkon átívelő módon, családokon belül, különböző szülők, nagyszülők között, gyerekek között. Hát ugye ezt meg kell tanulni, az érzelem kifejezést, azt pici korba tanuljuk meg, és hogyha ott nem tanuljuk meg, akkor utána ott van egy ilyen gát, és egy ilyen szóra, hogy szeretlek, azt mondjuk, hogy jaj, ez olyan nyálas, mert nem szoktuk meg, amit nem szoktál meg, attól idegenkedsz. Megölelni valakit, én nagyon gyakran megkérdezem a pácienseimet, hogy és hogyan köszönnek a családban, és hogyan üdvözlik egymást, és van-e puszi, van-e ölelés, és általában az derül ki, hogy nincsen, hogy nem, tehát hogy ez valahogy nem íródott be, és ezzel olyan nehezen bánunk. És nagyon sokszor ezen múlik egy-egy kapcsolat, hogy ki lehet mondani érzelmeket, vagy nem lehet kimondani érzelmeket. De ugye tényleg a mi generációnk honnan jött? Hát ebből a nagyon autoritár, nagyon beszabályozott, nagyon hierarchikusan szervezett társadalmi rendből, hát régen az iskolában, hát ugye ott aztán fegyelem volt és rend volt. És én például az ismerőseknek, az idősebbeknek kezit csókolommal köszöntem. És olyan 18 éves lehettem, amikor ugye ezen elkezdtem gondolkodni, hogy egy ilyen 35-ös férfinek már azért olyan hülyén néz ki, hogy kezit csókol. Köszönjek, és ez egy ilyen nagy lépés volt az életemben, amikor már jó napot kívánokkal mertem köszönni. És akkor erre a generációra jött rá ugye a nagy nyitottság, és mi behoztuk ebbe a lehetőségekbe, bevittük a maximalizmusunkat, a teljesítmény orientáltságunkat, és próbáltunk megfelelni az elvárásoknak, mert egyébként is ugye akkor kaptunk figyelmet, meg akkor kaptunk dicséretet, hogyha teljesítettünk. És ezen keresztül mértük magunkat. És egyébként meg nagyon fontos volt, hogy mások mit gondolnak rólunk, hogy ne kiabálj, mert a szomszéd meghallja, és akkor mit fog mondani. Most, hogyha én azt mondom a lányomnak, hogy picit halkabban csap be az ajtót, mert a szomszéd mit mond, akkor oda jön és megkérdezi, hogy te tényleg ezzel vagy elfoglalva? És ezt én és értem, így... de ő, Luca már nem biztos, hogy érti. Nem? Hát nálunk házban mindenki szabadon üvöltözik, és akik elviseljük egymást. Volt egy ponton egy operaénekes szomszédunk, most gitározni tanul a felettünk lévő, és egy szemben lévő szomszédnak három gyereke van, akik pucéra rohangálnak a folyosón, úgyhogy... Hol van ez? El nem mond. Egyedüs Gyula nálatok mi a szeretlek? Mi annak a platformja, hogy szeretlek?
Hát ez is szerintem emberenként nagyon eltűnő. Énként azt látom, hogy viszonylag egyenesen ki tudjuk ezt fejezni. Inkább az, hogy szerintem egyszerűbben mondjuk akkor is azt, hogy szeretnek, ha nem úgy van. Tehát én például nagyon sokszor látom azt a saját környezetben, hogy emberek benne vannak mondjuk olyan kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nem szerelmesek egymásra, de annyira fogalmuk nincsen arról, hogy ezeknek milyen érzemeknek kellene lennie, hogy csak így később jönnek rá, hogy ez nem az volt. Gondolom, ez mindenkinél van egyébként, de hogy mi szerintem, mivel egyenesen kommunikálunk, emiatt akkor is megmondjuk ezeket a dolgokat, hogyha mondjuk nem így tudnánk a legjobban kifejezni, szerintem. De mondjuk én például nekem nehezemre, tehát érdekes mondjam, ez az egyenes érzem kifejezés, én például nem vagyok nagyon ölelkező, és nem is nagyon tudok ilyeneket mondani. Nekem a saját szeretetnyom az, hogyha valakit szeretek, akkor arról írok valamit, és akkor mindig tudják. Nekem így valahogy ez van. Testvérem például ölelgetős, én mindig csak így elküldöm a fenébe, amikor így néha megsajnálom szegény, de általában nem szoktam. És apával ez hogy megy? Abba se ölelkező, én se vagyok. Hát anyukám valamennyire az volt, a húgom is az, nagymamám is az, legalábbis az anyai, mi meg így valahogy nem annyira. Mi csak így fintorgunk távolra egymásra. Egyébként tényleg, tehát hogy tényleg, folyamatosan. De folyamatosan van kapcsolat. Egy-egy fintor folyamatosan megy, igen. Meg kibeszélünk másokat, azon keresztül kapcsolódunk. Majd, hogyha nem lesztek itt, akkor... Hazafele menet, mi lesz a kocsiban, úristen? Hogy néz ki ez a másik oldalról, Krisztián? Ez az összefintorgás, hogy ez tényleg, ezt te is így éled meg, mint egy szeretett nyelvet? Egyébként igen, tehát, hogy a Luca azért, és szerintem itt van generációs dolog, hogy sokkal könnyebben elmondják valamilyen módon az érzelmeiket, a negatívat, pozitívat is, és bennem mindig, és azt, ebben is van talán valami generációs dolog, hogy van mindig egy olyan gátlás, hogy ha én ezt most kimondom, ő mit fog gondolni, akkor mit fog érezni. És szerintem ez nem jó vagy rossz, hanem kétfajta attitűd. Mert az is egy nagyon jó dolog, hogy azonnal megmondani, hogy ez most rossz volt, ez hülyeség, ez miért mondtad, nem így kellett volna. Én meg mindig egy kicsit így veszek előtte egy levegőt, hogy igen, de akkor ő megbántódik ezen, megéri-e ezt kimondanom. És biztos ennek is van előnye, meg hátránya is, de ezt látom nem csak úgy két ember között, hanem hogy ennek van egy ilyen generációs rész, hogy ők tényleg minden pacekba mondanak. Van egy alapvető bizonyosság, én azt látom, vagy magabiztosság az E-generáció képviselőiben általában, ha lehet ezt mondani, nyilván közöttük is vannak bizonytalanabb személyiségek, stb., de hogy alapvetően van egy sokkal egészségesebb énkép, és a önmagukban való bizonyosság, ami mondjuk szembeállítva a mi X-generációs, az ő szüleiknek a folyamatos tépelődésével, túlgondolásával, spekulálásával, vagy most ezt mondjam, nem akarom megbántani, stb. Szóval én itt látom annak a forrását, hogy az irritáció forrását azért, hogy irritáljuk egymást, meg hogyan hajlamos mondjuk azt mondani egy 40-es, 50-es ember a 10 évesre, hogy hát mitől ilyen nagy a szád, mitől vagy ilyen magabiztos? Ne, mondjad, Luca. Hát én nem feltétlenül egy ilyen magabiztosságként jellemezném ezt. Én például azt látom a saját környezetemben, hogy... Nem arról van szó, hogy mindent így kimerünk mondani, szerintem ez is benne van abban, hogy így sietünk minden, hogy azt érezzük, hogy kevés időnk van, hogy minek tököljek egy évig azzal, hogy megmondjam valakinek, hogy tetszik nekem, mi egyenes oldalunk, és megmondunk ilyenket. És ez szerintem nem azért van, mert mindenki nagyon magabiztos, ezt nagyon visszafogott, vagy egyébként félős emberek is megcsinálják, hogy egyszerűen van egy ilyen sürgető érzésünk, hogy lehet, hogy szíves lesz, de ezt nekem most kell megcsinálnom. Tehát valamiért az egész életünkön így megyünk át, hogy ezt nekem most azonnal meg kell csinálnom. És a negatív érzelmeket és negatív visszacsatolásokat is ugyanennyire pacekban, vagy csak az, hogy tetszel, jó, menjünk, csináljuk? Az okay. Szerintem szintén így úgy konfliktusfüggő, hogy például azt vettem, hogy mondjuk több embernek van baja egyel, akkor soha nem egy ilyen konfrontációban van megoldva, hanem így szép lassan, csak így. Tehát, hogy például ilyenekben szerintem nem mindig vagyunk annyira, és egyszerűen, amikor valakinek személyesen van egy konfliktusa valakivel, azt így intézzük el, de amit mondjuk...
más emberek lehet, hogy nem egy ilyen pletykálással, vagy egy ilyen lassú kivárással, meg a másik kiszorítással intéznek egyszerűen, mintha arra se lenne türelmünk néha, hogy normálisan lezárjunk mondjuk egy kapcsolat, egy akármilyen emberi kapcsolatot, hanem egyszerűen csak inkább így kilépünk csendesen az egészből. Ami szerintem szintén ez a rohanás dolog, csak máshogy ütközik. Igen, ez a sürgetettség, ami abszolút jellemző, nem csak a fiatalokra, ránk is, meg ez az állandó pánikolás, hogy kimaradunk valamiből. És akkor, amikor ettől félsz, hogy kimaradsz valamiből, akkor nem tudsz semmiben igazán benne lenni. Mert akkor ez a félelem hajt. De az engem érdekel, túl sok Krisztiántól kérdezem most ezt, hogy a kutatásaitoknak van-e arra utaló eredmény, hogy ez, amiről a Luca beszél, ez az eszközkészlet hiánya, tehát hogy nem a konfliktus tűrésnek a hiánya, tehát kevésbé konfliktus tűrő ez a nemzedék, és nincsenek eszközei a konfliktusok pacekba való rendezésére, ezért inkább kivár, kivonul, kivonja magát, elhagyja a csoportot, vagy pedig tényleg csak a türelmetlenségre lehet ezt fogni? Én sem értek azzal egyet, hogy magabiztos ez a generáció. Magabiztosnak tűnik, magabiztosnak mutatja maga fiatalos lendületével, a fiatalságából, de az inkább korosztályból jövő válaszreakció. Én is magabiztosabbnak tűntem 17-18 évesen, azt gondoltam, hogy mindent tudok. Most is sokszor hiszem azt, de egy csomószor aztán visszakapom, hogy nem. Hogy valójában nem. Tehát ez szép lassan elmúlik, ahogy megyünk előbbre. De most, hogyha egy picit megfordítom, és aki már nem Z-generációs, egy kicsit forduljon magába, és gondoljon az ő saját gyerekkorára. És mondjuk hasonlítsuk össze a mai gyerekek gyerekkorát, hogy minden nap úgy kelnek fel, hogy legalább egy hír megjelenik a social media platformján, hogy nem fogja megélni a 40-50 éves korát. Minden áldott nap. Most már minden nap megjelenik, például ha valaki néz egy országos netes hírcsatornát, ott minden nap up-to-date közlik, hogy hány halott van azon a bizonyos. Minden nap meg lehet nézni. Percre pontosan. Na már 465 meghalt. Hú, ma már 487. Hogy lehet így hinni a jövőbe? Hogy lehet így hinni a hosszú távba? Hogy lehet avval belekapcsolódni, hogy ne az itt és mostban éljél, hanem tervezzél valahova. Hova tervezzenek? Nekünk volt egy olyan platformunk, volt egy helyünk, ahol lehetett tervezni. Ha te elvégeztél egy egyetemet, szereztél egy szakmát, nagyjából biztos lehettél abba, hogyha nem csinálsz nagy hülyeséget, azzal nyugdíjba mehetsz. Most az egyetemistáknak a jelentős többsége a diplomaosztón abba sem biztos, hogy 5 év múlva szüksége lesz arra a szakmára, vagy sem. Akkor mit gondol egy általános iskolás? Mit gondoljon egy 6 éves, amikor azt látja, hogy a felnőttek se tudnak arra megnyugtató választ adni, ahelyett, hogy azt tanítanánk meg nekik például, hogyha tényleg apokaliptikus helyzet lesz, hogy álljon helyt, ehelyett ontjuk rá nagyokosan az ő fejükre, hogy meghalunk. Hát ebben nem lehet kapaszkodni. Hát ebben nem lehet azt mondani, hogy igen, magabiztosan nézek előre a jövőre, és hosszú távú karriert építek, meg családot építek, meg jövőt építek. Hova? Hova szüljön gyereket? Ebbe a bizonytalanságba? És akkor azt mondjuk, hogy viselkednek. Nézzük már körül, hogy mit teremtettünk, milyen helyzetet teremtettünk, amiben ma egy gyerek beleszületik. Van egy, hadd idézem itt be saját magadtól az egyik cikkünkből azt, hogy a mai iskolába járó gyerekek mindegyike a 21. században született, és egyetlen évet sem élt olyan korban, amikor ne lett volna Google. Ezzel szemben mindenki, aki tanítja őket, pedagógusok, apa, anya, nagyszülők, stb. A múlt évezredben jött a világra, akkor járt iskolába, és akkor képzelte el a jövőt. Na most ez egy óriási feszültséget feltételező mondat. Tehát, hogyha belegondolsz abba tényleg, hogy a Luca, az én gyerekem, a te gyereked, a te másik gyereked, a te gyereked, ahova járnak iskolába, hogy mi csináljuk a szabályokat, mi hozzuk az alaptantervet, mi írjuk elő, hogy mit, hogyan, mi ontjuk rájuk a híreket. És mi szerkesztjük ezeket, ezt mondom, a híreket. Igen, mi ontjuk rájuk a híreket, és közben azt várjuk, hogy és közben kinevetjük mondjuk például a klímaszorongásukat. Tisztelt a kivételnek természetesen, de hogy már pedig, és akkor beszéljünk erről tényleg a Gréta generációról, meg az egész Gréta jelenségről, és arról, amit klímaszorongásnak hívunk, mert hogy ez egy valódi dolog, Luca. Ez belülről hogy néz ki? Hát nekem ez mindenképpen nagyon megvan, főleg az utóbbi időben elkezdtem járni, mint beszélni a klímasztrájkokra, mert tök
ismerősöm csinálja, és elhívtak felépni, meg jelenleg fordítok egy könyvet, ami Greta Thunberghez kapcsolódik, és emiatt elkezdtem így a tudományos oldalba is kicsit jobban beleásni magam, és minél többet tudok róla, annál jobban félek tőle. Tehát ez, hogy nem nyugtat meg az, hogy kicsivel jobban átlátom a helyzetet, nem éppen megijeszt, hogy tulajdonképpen ezt így tudjuk, hogy mit kellene csinálni, tudjuk, hogy mi történik, és mégse csinálunk semmit. És nekem például ez egy ilyen kicsit érdekes módon csapódott le, hogy lett egy ilyen, hogy hát én most csinálok mindent, meg én most jól érzem magam, mert mi van, ha később nem fogom tudni. Múlt héten még egy technobuliba is elmentem, borzalmas volt, de hogy legalább megpróbáltam csinálni valamit. És mert nekem például van az a félelmem, hogy mi van, ha 20 év múlva mindenki rájön, hogy ezt elcsesztjük, nem fogunk tudni, ha nem is az, hogy nem fogunk tudni megöregedni, de biztosan nem ilyen szabadsággal, nem ilyen életszínvonalon, és hogy van ez az érzésem, hogy majd, ha akkor beüt a pánik embereknél, hogy basszus, én nem használtam ki ezt az időt, ami volt nekem, én nem akkor szeretnék rájönni erre valahogy. Nyilván én elég negatívan gondolkodom erről, de inkább az, hogy annyira benne vagyok ebben a témában az utóbbi időben, egyszerűen nem tudom kivenni a fejemből, nem tud nem nyomasztani. Hogy ezt azért hallgatlak nagyon nagy érdeklődéssel, mert szerintem mi ezt egyszerűen nem tudjuk elképzelni. Nekünk meg erre nincs mintánk, hogy milyen lehet tényleg úgy felkelni minden nap, hogy neked ez egy valós, belátható időn belül bekövetkezhető komoly probléma. Igazi, valós veszély. Tehát, hogy ez a tudat, ami mindent okoz bennetek. Például akkor ezt egy ilyen fokozott FOMO-t, például a technobulikat és egyebeket, meg azt, hogy meg haragot, nem? Tehát, hogy én azért érzek benned haragot. Mindenkiből más. Hát én annyiból dühös vagyok, hogy nyilván tudom, hogy nem történnek ilyen gyorsan változások, nem lehet ezt így megbeszélni emberekkel, de közben mégis van egy olyan érzésem, hogy mi még nem vagyunk elég idősek ahhoz, hogy döntő pozíciókban legyünk. És mi nem tudunk ilyen döntéseket hozni. Teljesen az idősebb generációkra van bízva a jövőnk meg az életünk, és ez egy nagyon frusztráló dolog, amikor tudod, hogy valami ilyen közeleg, vagy valami nagyon nagy eséllyel megtörtént, és nem tudsz semmit csinálni azon kívül, hogy segítséget kérsz, és nagyon sokszor ezt nem kapod meg. És tényleg mindenki máshogyan reagál erre. Nekem ez volt, hogy most akarok könyvet kérni, most akarom ezt megcsinálni, mert egyszerűen van egy ilyen érzésem, hogy nem akarok ezekről később lecsúszni, de van, akiben meg például tök máshoz ki, hogy mit tudom én, vannak olyan ismerősöm, akik meg pont miatt nagyon ráálltak a tanulás, és akkor elmegyek a legjobb egyetemre, meg megcsinálom azt, hogy minél előbb megszedjem magam mondjuk pénzzel, hogy aztán esetleg hát ha az majd meg fog menteni valamennyire. Tehát, hogy mindenki nagyon-nagyon máshogy áll ehhez. De mindenkit foglalkoztat a környezetedben? Aki megérti, azt igen. Én ezt veszem, és inkább vannak olyan osztálytársaim, amikor múltkor lefolytattam egy ilyen beszélgetést, hogy mondja nekem, hogy hát de az ipari forradalom is nagy változás volt, aztán mégis megmaradtunk, és így néztem, hogy ez így nem így működik, és hogy de hát nem kell mindennek úgy maradni, hogy életben maradni nem szeretnél, és nem tudom, csak így azt hiszem, hogy azok, akik nem aggódnak, azok azért nem, mert úgy vannak valahogy, de hát majd lesz valami, eddig is volt. Azok, akik rájöttek, hogy nem feltétlenül lesz valami, azok be vannak tőle parázva. De nagyon sokan abból elzárkóznak ettől, meg szerintem az, hogy olyan a közbeszéd például sajnos itthon is, hogy konkrétan ilyeneket mondanak akár tévében nagyon nagyhatalmú befolyásos emberek, hogy ez egy hiszti. És hogy ameddig így kezeljük ezt, addig senki nem tudja eldönteni, hogy ez mennyire komoly. Tehát nekem nagyon sok ismerősöm így mondjuk velem beszélt többen, hogy ja, de hogy ez tényleg így van, mert egyszerűen annyira azt az információt kapjuk egy csomó embert, akinek nyilván nagyon sok mindenkinek érdeke van benne, hogy ezt nem most kezdjünk el ezzel foglalkozni, ne kezdjünk el ezzel foglalkozni. És nagyon sokan azért nem aggódnak miatte szerintem, mert azt gondolják, hogy majd lesz valami. És azok, akik nem azt gondolják, hogy majd lesz valami, azok meg minden nap úgy kelnek fel, hogy mi az Isten lesz velem mondjuk 30 év múlva. Krisztián, otthon nálatok mondjuk például az, hogy Luca és Liza ebben a korosztályban élnek, ezekkel a szorongásokkal kelnek és fekszenek. Tehát van-e bármilyen hatással például napi szinten a működésetekre? Tehát, hogy nálunk az van, hogy mi műanyagmentesedünk. Az én gyerekem 15 lesz, és persze én is környezettudatosan igyekszem élni, vagy igyekszem megtanulni, hogy ez miért jó, és hogyan lehet fenntarthatóan mindenféle praktikákkal, technikákkal és otthoni tudatformálással változni. De nagyon nagy szerepe van a gyereknek abban, hogy tényleges lépéseket tettünk. Nálatok van ilyen? Van, amiben van. Mi így együtt próbálunk szerintem most. Én azt mondom, hogy annyira mindent, bocsi, nem csak, hogy mert most jön az, hogy apa le fog égetni, nem élek elég környezettudatosan, és egyébként
én a világ egyik legilyen szemetőben voltam abban a szempontból, hogy minden nap ilyen üveges dolgokat teszek, ezek, amiről itt próbálok leszokni, még éget magam csinálni, minden hülyeséget megvettem, amit láttam, és most például azt vettem észre az utóbbi időben, hogy inkább abba szorítottam iszolom, hogy kevesebb ilyet fogyasztok. Én ami szerintem, amiben a legtöbbet hozzá tudom ehhez adni, az az, hogy a saját platformot, azt a közönségemet, amim van, azt erre felhasználom. De amúgy így figyelünk rá annyiból itt csátni, és nem veszünk például már üveges ásványvizet, külön gyűjtünk. Na, hogy palackosat, már műanyag palackosat hívjuk üvegesnek. Loptam magamnak egy üveget egy beszélgetésre múltkor, és akkor abból iszom. Na, szóval Krisztián, már hogy igen, de közben egyébként miközben szerintem ezzel szembenézünk, meg beszélünk is róla, meg igyekszünk a magunk szintjén valamit tenni, közben azt érzem, hogy egy csomó minden pótcselekvés, mert nem az menti meg a világot, hogy nem veszünk szívószálat, az egy jelkép. És nem biztos, hogy biztos egy csomó mindenben más lehetne tenni, ami engem, mint milyen X generációst zavar, az az, hogy ezt ilyen nagyon fekete-fehér narrációba látja mindenki, tehát, hogy vagy a végpusztulás jön, vagy megmentjük a Földet, és vannak a jó emberek, meg a rossz emberek, miközben, ha már generáció, akkor ugye azért mégiscsak a mi generációnk volt az az elmúlt 20 évben, akikhez tartozó tudósok, gazdasági szakemberek, politikusok, tehát nem a generáció, hanem ehhez a generációhoz tartozó emberek, akik negyedére csökkentették az éhezést, a analfabetizmust visszaszorították. Tehát egy csomó minden történt a világban az elmúlt 10 évben, ami nagyon-nagyon pozitív változás, és akkor az elmúlt 20 évről nem is beszéltünk. Soha ilyen kevés ember nem halt meg erőszakos halállal, tehát háborúban vagy gyilkosság által, mint az elmúlt 10 évben. Tehát tulajdonképpen az emberiség egyik legsikeresebb 10 éve van mögöttünk, leszámítva, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni ezekkel a környezetünkre leselkedő veszélyekkel. És hogyha csak az egyik felét látjuk, és nem látjuk az összefüggéseket, és ebben szoktunk nem vitatkozni, beszélgetni erről, akkor egy rossz trekken vagyunk rajta. Tehát, hogy, és mindig van egy olyan érzésem, hogy könnyű, mert én is ilyen voltam, hogy látni egy utat, és akkor kicsit így forradalmárként beszélni róla, hogy nem veszitek észre, hogy ezt kéne, de közben mindennek van következménye. Tehát lehet azt mondani, hogy ne utazzunk fapados repülőgépeken, mert a környezetet károsítja, de ezzel azt mondjuk, hogy ami nekünk megadatott, az mondjuk egy feltörekvő ázsiai vagy afrikai társadalomban nem lehet. Ők nem mehetnek hipermarketben majd vásárolni, tehát igazából tőlük féltjük ezeket a dolgokat. És biztos, hogy kell valami megoldás, csak azt látom, hogy míg a mi generációnk, vagy sokan az én generációmból ezt próbálják globálisan végig gondolni, a fiatalok, akik egyébként nagyon sokat tesznek, hogy erre odafigyeljünk, ők pedig egy részére nem akarnak odafigyelni, csak egy rész problémára. Kommunikációs szakemberként a Gréta jelenségről mit gondolsz? Az eszköztáráról, a kifejezés mondjáról, arról, amit pont a mi generációnk, meg még nálunk idősebbek is szét szoktak szedni, és sokan ugye szídják őt, meg jelentéktelenítik, meg relativizálják ezt az egész jelenséget. Tehát, hogy te őt milyennek látod? Hát én olyannak látom, mint Jeanne d'Arc, a minden pozitívumával, meg negatívumával. És féltem egyébként, mint embert, mert nem látom, hogy ennek mi a kimenete. Mert nem lehet valaki 14 éves aktivista 20 év múlva is. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nehéz helyzetben van, és félek, hogy ennek áldozata lesz. Miközben kétségtelen, hogy ő az, mert ő egy ártatlan fiatal lány, akinek odafigyelnek a szavára, aki sokkal hatékonyabban el tud mondani valamit. Nagyon sok mindennel nem értek egyet, de azt látom, hogy ez nagyon-nagyon hatékony, és összességében bőven van haszna, mert ő egy jelkép. Csak a jelképeken túl szoktunk lépni, és ez az ő szempontjából veszély. Hát de a mozgalom az meg már itt ül a színpadon, tehát hogy nem, ő lehet, hogy jelkép, de hihetetlen mozgósító ereje van. Engem egyébként, én mindenképpen jó dolognak tartom, mert szerintem, ha ő nem létezne, akkor konkrétan felelnyien tudnának erről, hogy ez történik. Nekem is inkább ez, hogy egyszerűen már attól rosszul érzem magam, hogy belegondolok, hogy ő mi megy keresztül a szempontból, hogy nekem azért
viszonylag kevesen támadtak például azért, hogy akár ezekre a klímasztrájkokra elmegyek beszélni, de azért megkapom ezeket, és az, hogy én ezt a nagyon kis, apró, magyarországnyi viszonylatban is pici támadásokat is nagyon nehezen viseltem, pláne mondjuk egy-két évvel ezelőtt, tényleg tizenévesként, és azt elképzelni, hogy folyamatosan felnőtt emberek piszkálják és szidják és lehetetlenek, hogy egyszerűen nem tudom, hogy ezen így milyen lehet keresztül menni, és én már csak azért is nagyon csalom, hogy aki ezt bevállalja egy bármilyen célért, pláne hogyha ez egy ilyen nemes cél, én arra már nem tudok egy ilyen rossz szemmel nézni egyszerűen, mert tényleg elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet így élni. Noémi, az a mélységű és mennyiségű szorongás, ami azért ennek a generációnak a jellemzője, ebből a szempontból mindenképpen milyen hosszú távú hatással bír? Hát a szorongás az nem szokott jót tenni senkinek. Ugye itt azt látjuk, hogy egymásnak ellentmondó információk vannak, hogy akkor most mi lesz a jövő, tényleg annyira súlyos-e a helyzet, vagy sem. Szakértők is ezen veszekszenek, és közben emellett az egymásnak ellentmondó információk mellett ugye ott van az az élmény, hogy nem tudom befolyásolni, amit te is mondtál, Luca, hogy de hát ők csinálják, én meg csak látom, hogy valami nagyon rossz irányba megy, de még nem tudom kontrollálni. Az embernek a kontroll vesztett állapotnál nincsen nyomasztóbb állapota. Szóval amikor ezt érzed, hogy látom, hogy valami rossz, és nem tudom befolyásolni. Ez nagyon nyomasztó tud lenni, és hát a szorongásnak nyilván megvannak azok a testi-lelki tünetei, amik aztán hosszú távon nagyon lerontják akár az idegrendszeri működést, tehát hogy például akár a figyelmi kapacitás, akár a kapcsolódási képességet a másik ember irányába, a motivációt rontják, tehát hogy minek, miért csináljak bármit. Tehát kialakul egyfajta ilyen tanult tehetetlenség, és amikor ez tömegeken uralkodik el, hát akkor aztán az szerintem beláthatatlan következményekkel jár. És mennyire akadályozza vagy nehezíti ez a például pontosan azt a megértést, párhuzamot, megértést és kommunikációt, bocsánat, amit mondjuk a Krisztián is felvetett, hogy ez a nagyon fekete-fehér és elvágólagos látásmód, ami egyébként korosztályosan is tök oké, mert hogy ez tehát a ez a, ez a hírekből jön, hogy arra klikkelnek az emberek, hogy olyan feszültségkeltő híreket kell, és nagyon fekete-fehéren kell tálalni mindent, hát ettől őrülsz meg. Na most egy szorongással terhelt állapotban nem lehet elvárni, hogy még ő értse meg azt, hogy mi honnan jövünk, és miért lett olyan a világ, ami most, és majd, hogy ezt úgy horizontálisan, mint vertikálisan ő elemezze le 10x évesen. Tehát hogy én csak azt próbálom itt letapogatni, hogy mi lehet, vagy hogy csinálhatnánk ezt jobban, ezt az egymás megértését, meg az egész kommunikációt úgy, hogy közben zajlik valami nagyon-nagyon erős a gyerekeinkben, ami gátolhatja ezt. Igen, de hogy ebbe az egészben a kulcs a család tud lenni, ahol mondjuk a szorongásnak teret adunk, és mondjuk kinyitjuk a perspektívát, és segítjük nekik azt, hogy ne csak ilyen fekete-fehéren lássanak dolgokat, ne végletekben gondolkodjanak. Tehát, hogyha ezt már megtanítjuk nekik, hogy hát lehet, de lehet valami más is. Egyébként az én lányom abszolút, tehát amikor én mondom, hogy jaj Istenem, mi lesz, mondjuk én kezdek el szorongani, akkor ő az, aki így megnyugtat, mert azt mondja, hogy figyelj mama, hát azért ez nem ennyire fekete-fehér, tehát hogyha erre így tanítod őket, akkor egy idő után azért ők rászoknak erre a gondolkodási módra. És azért én nem féltem annyira az embert magát, mert azért évmilliókon keresztül azért csak eljutottunk valahogy idáig, és én hiszek abban, hogy mindig megtaláljuk a megoldást. Nyilván az adott kor feladja a leckét. De hogy ahogy mi megtaláltuk azt, hogy hogyan lehet élni, túlélni, így úgy, jó, nem a legnagyobb boldogságban, oké, de akkor a következő generációban is hiszek abban, hogy ők is meg fogják találni azt, hogy hogyan lehet így rendet tenni magunk körül. Hát igen, csak erre mondjátok ugye ti azt, hogy ez már rég nem arról szól, hogy eddig is túléltünk mindent, hanem hogy ez egy ilyen valós, belátható időn belül bekövetkezhető veszély. Igen, szerintem inkább tényleg ez az ijesztő benne, hogy ugye reálisan van 10 évünk, mondjuk akár, hogyha mondjuk a klímakatasztrófáról beszélünk, van reálisan 10 évünk tenni ez ellen valamit, és szerintem inkább azért van ez, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogy mi 10 év múlva nem feltétlenül jutunk el olyan pozíciókba, ahonnan tudunk valamit tenni. Tehát inkább szerintem minket ez az időhiány, ezt meg nem az, hogy
majd lesz valahogy, azt szerintem mindenkiben van azért, hogy majd lesz valahogy, eddig is megoldottuk, ha meg kell csinálni valamit, akkor az emberiség általában megcsinálja, de inkább ez ilyesmi, mi van, ha már nincsen időnk ezt megcsinálni. Szerintem inkább ez az, ami nekünk így ijesztő benne. Csak egy gondolat, hogy ez persze igaz, és ez minden generációnál igaz, vagy legalábbis minden fiatal generációnál valóban sokkal kevesebbet tehetnek. Na de olyan azért sosem volt még, hogy van egy 16 éves kislány, aki globális politikai játékos, és az amerikai elnöktől kezdve, azzal éppen nem, de az ENSZ főtitkártól a pápán keresztül a Davosban a világgazdasági vezetőivel tud beszélni, és tud velük kommunikálni. Tehát, hogy ez tényleg utoljára Szent Johanna volt, akinek ilyen eszközei voltak. Úgyhogy ez, ha tetszik, akkor ez egy jó hír. Nyilván kevés, és nem vonja le belőle a világ gyorsan azokat a következtetéseket, amiket lehet. Többek között azért, mert iszonyú bonyolult, és mindennek nagyon áttétes következménye van, és minden döntésből lehetnek sokkal rosszabb dolgok. De az, hogy nem figyelnek oda, az szerintem ma már annyira nem igaz. Generációs szempontból szerintem az a lényeges ebből az egészből, hogy akár igaz, akár nem igaz. Szerintem nagyon kevesen tudjuk, hogy mi az igazság. Nagyon kevesen tudjuk, hogy mi vár ránk. Hogy lesz-e, vagy nem lesz. Ez a túl politizált megközelítés, ez a fiatal generációt nem fogja tudni elérni, és nem fogja tudni értelmezni, hogy most megnyugodjon, vagy sem. Ahhoz, hogy a jövő generáció, amit Krisztián mondasz, hogy a jövő generáció is képes legyen motiválni saját magát arra, hogy megmentse a Földet, miért ne tudná, teszem hozzá, mindig is megmentettük a Földet, mindig is megmentettük az emberi fajt, csak erre fel kéne készíteni. Csak most megint nem vagyunk annyira tudatosak mi felnőttek, hogy erre figyelnénk, hogy hogyan tanítsuk, hogyan készítsük fel, hanem elkezdünk vitatkozni, hogy igaz vagy nem. És az a megközelítés, amit Luca mondott, hogy de hát ők aggódnak. Ők a bőrükön érzik, hogy nem tudják, nem kapnak reális választ, és ha erre az a válasz, hogy drágám, te hisztizel, avval nem fogod megnyugtatni őket. Akkor, amit Luca többször is mondott és hangsúlyozott, hogy egyedül érzik magukat, mert hogy még nem, ő 10 évünk van, ők ebben hisznek, hogy 10-15 évig kell valamit csinálni, de 10-15 éven belül még nem lesz a hatalom a kezükben. A hatalom a mi kezünkben van. Meg a boomerek kezében van. Bocsánat, a világszerte. Igen. Nem akarok kiábrányítani, de nincsen a te kezedben hatalom. Tehát, hogy... Hát én szerettem volna azt hinni, de most így 1 óra 20 perc után akkor ezt elengedem. Szóval, hogy milyen értelemben? Az a probléma, amiről ugye itt beszélünk a klímakatasztrófa kapcsán, szóval, hogy nekünk ugyanúgy nincsen kezünkben hatalom. Attól függ, hogy milyen hatalomfelfogásról beszélünk. Tehát olyan szempontból, hogy igenis az X generációsok és a boomerek ülnek döntési helyzetekben, ahol... Hát én ott nem ülök. Hát én sem, személyesen. Bár X vagyok. Én sem vagyok a kormányzatnak a tagja, hála jó Istennek, de hogy azért a generációnk tagjai közül vannak, akik hozhatnának legalábbis olyan döntéseket, amelyek megváltoztatják. Igen, de ez egy nagyon-nagyon szűk réteg. Szóval, hogy azt azért látnunk hát kell, de mi választjuk őket? Ebből a... De nem csak a politika van, hát azért ott vannak. Végig a drámát vártam egyébként, úgyhogy... Itt van a végére. És megcsináltuk neki. Kihoztam a Noémiből a drámát. Mond. Hát, hogy vannak politikai vezetők a világban, ahol egyébként tényleg sokan vannak a mi korosztályunkból, de hát vannak gazdasági vezetők, ahol döntő részben a mi generációnk van, vannak tudósok, ahol szintén, bár ott az idősebbek közül is sokan vannak, és azért távoli emlék, de azért... Azért szeretném azért fölidézni, hogy 30 évvel ezelőtt attól féltünk nagyon sokan, hogy a világot két öregember vezeti, és hogy melyik fogja megnyomni előbb a gombot. Tehát erről néztünk filmeket, ettől rettegtünk, hogy, és még reális veszélye is volt, hogy kitör az atomháború, és mind meghalunk. Vagy pedig jön valami kataklizmus. Hát aztán úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk, most már nem ettől kell félni. Tehát, hogy azért ilyen mindig van az emberiség történetében, és valahogy túl estünk rajta, és tulajdonképpen, hogy ebbe a problémába bele kellett gondolni, és mindenféle megoldásokat kellett hozni, és szép lassan születtek is megoldások, ennek az lett a vége, hogy ettől a nagy problémától megszabadultunk, de azt az akkori középgenerációk tudták megcsinálni. Ebben igazad van, hogy ott is volt hidegháború, meg atomfenyegetés, de mondjuk, ha visszaemlékszel arra, hogy mondjuk délután leültél, és a Népszabadságot kinyitottad, meg este fél 8-kor megnézted a híradót, ez a két
hírforrás volt, ahol el tudták mondani pár percben. Persze, ez nagyon ma más. Ma meg minden nap folyamatosan fölkelsz, reggel megnézed a telefonodat, mert mindenki megnézi, a hazudik, aki azt mondja, hogy nem nézi meg reggel, és ott van már pup-pup-pup, villog, hogy meg fogsz halni. De... Tehát, hogy az nem, egy teljesen más. Szerintem nem is csak arról van szó, hogy ott villog előtted, hogy meg fogsz halni, hanem, hogy nagyon eltérő információt kapunk. Ami szerint, nagyon sok információt kapunk, és kb. Egyik sem ugyanazt mondja. És ez az, hogy ennyi mindent látunk egyszerre, és nem tudunk eligazodni benne, az csak így még inkább összezavar. Mi legalább tudtuk maga biztosan, hogy hazudnak. Most már nehéz megmondani, egyre ügyesebbek. Szóval a kérdésem, mielőtt a dráma végre bekövetkezett, az lett volna itt lezárásként a Krisztiánhoz, hogy kiben keressenek ők szövetségeseket. Legalább ezt hogyan oldja? Mert ugye most ő tényleg nem tudja megoldani, hogy mind meghalunk, vagy nem halunk meg mind, de szövetségesekre szükségük van. Csak bennünk. Csak bennünk tudnak. Tehát tényleg csak az idősebb generációban tudnak, csak ez nekünk fel kéne nőni. És ez baromi nehéz. Mert a saját sebeinket nyalogatjuk, a saját régmúltunkat nyalogatjuk, keressük a minimiket, hogy ugyanúgy csinálják, hogy mi csináljuk, dolgozzák halálra magukat, kezdőbérért napi 8-10-12 órában, mert mi is ezt csináltuk. Ehhez képest meg az ENSZ elnökkel, meg a pápával beszélgetnek, hát hol van itt az egyensúly, meg hol van itt a rendszer. És hogyha nem lépünk ezen túl, hogy az akkor volt, most meg most van, és rájövünk arra, hogy szükségük van ránk, és ők is rájönnek arra, hogy szükségünk van ránk, és meg tudjuk oldani ezt a hidat, és meg tudjuk érteni egymástak a nyelvét, csak mi tudunk segíteni, mert mi éltük át azt is, meg ezt is, ők csak ezt élték át. Ők nem tudnak fordítva, nem tudnak ők elkezdeni velünk kommunikálni, mert nem volt nekik hétfőnként, nem volt adás, meg diavetítőzött anyád, meg akármi ilyeneket, ők nem éltek át, azt csak mi éltük át. Mi tudunk elkezdeni kommunikálni onnan ide és innen oda, mert nekünk van tapasztalatunk ebből is, meg abból is. És nekünk kell elkezdeni. Na gyerekek, akkor ezt kívánom nektek, meg magunknak. Hatékonyabb szembenézés, meg az, hogy lépegessünk feléjük egy kicsit, és ne a sebeink nyalogatásával foglalkozzunk. Nektek is ezt kívánom, és remélem, hogy mindenkinek van legalább egy gondolat, amit el tud magával vinni ma este, és tükörben nézve úgy gondolkodni rajta. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltatok. Steiger volt Krisztián generációkutatónak. Nyári Luca, gimnazista, író, slammer, aktivistának. Gyári Krisztián, író, kommunikációs szakembernek. A fantasztikus orvos Tóth Noémi, pszichológusnak. És nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen sokan eljöttetek ma este, és meghallgattatok minket. Márciusban találkozunk. Akkor lesz 5 éves a VMN, úgyhogy egy kicsit különleges beszélgetéssel és programmal várunk titeket. Hamarosan meghirdetjük az oldalon, illetve a Facebook oldalunkon. Jó X generációshoz méltón ott. Várunk titeket március 4-én ugyanitt. Gyertek, ünnepeljetek velünk, és nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük a figyelmet!